Van nekünk ez a színfelismerő eszközünk, ami így működik. Néhány eszköz, melyek megkönnyítik a vakok és gyengénlátók mindennapjait, de olyan is akad, amit azért fejlesztettek ki számukra, hogy egyenlő módon hozzáférhessenek például a játékhoz. Például, ahol egy karika van, akkor megkeressük azt a középpontot, ahol a karika van, és úgy forgatjuk a kockát, hogy mondjuk a karikát tudjuk úgy kirakni, mint ahogy a bűvös kockát annak idején gyerekkorunkban. Az egyenlő bánásmódról szóló törvény tiltja a hátrányos megkülönböztetést védett tulajdonságok alapján. Az egyenlő bánásmód hatóság egyik célcsoportja éppen a fogyatékkal élők, a vakok és gyengénlátók. Példaértékű, ahogyan a szervezet odafigyel tagjaira. Mi arra törekszünk, hogy az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítva legyen számukra, ezért olyan szolgáltatásaink vannak, amik egyéni szükséglet alapon működnek. Tehát, ha valaki az információs levelet brailleírással tudja olvasni, így kapja. Ha hangos formában tudja meghallgatni, így készítjük. Nagybetű síkírásban is elkészítjük, de elektronikus formában, tehát számítógépen is meg tudja hallgatni, és ezzel így nem sérül az egyenlő esélyű hozzáférésük. Itthon negatív megkülönböztetés a romákat, a fogyatékkal élőket és a nőket érinti leginkább. Erről árulkodnak azok a kisfilmek is, amiket az Egyenlő Bánásmód Hatóság nyíregyházi rendezvényén mutattak be. A jogvédő szervezet több kutatást is készített az elmúlt 2 évben, amelyből kiderül az is, hogy a diszkrimináció tetten érhető a közszférában, az oktatásban és a munkavilágában is. Például tiltott, de megkérdezik a nőket családi állapotukról, gyermekvállalási szándékukról egy állásinterjúnál. Jellemző az is, hogy ugyanolyan munkakörökben kevesebbet keresnek a nők, mint a férfiak. Ma már az emberek mernek jogsérelmeikről beszélni, és akár feljelentést is tenni a hatóságnál. Többfajta szankciót alkalmazhat, megállapítja, hogy jogsértés történt, eltilthatja valakit a jogsértő magatartástól, nyilvánosságra hozza a jogsértést, ennek mostani mai világban viszont nagy a visszatartó ereje, mert a média, az internetnek elég nagy visszatartó ereje van továbbra is, illetőleg 50 ezer forinttól 6 millió forintig terjedő pénzbírsággal sújthatja az adott szervezetet, de ez pénzbírság az állami bevételnek kényelik meg. A hatóság szeretné, ha változna az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság itthon. A megyében is jelen vannak, a vakok és gyengénlátók nyíregyházi szervezeténél lehet felkeresni a hatóságot, ha valakit jogsérelem ért.